Ugyanarra nézünk, mégis mást látunk címmel gyulai tematikus filmnapot tartottak a napokban az Almási kastélyban. Nagyon sok film készült az elmúlt időszakban Gyuláról és Gyulán is, így a szervezők több műfajból válogattak. Műsorra került többek között egy olyan drónfelvétel is, amely a karantén időszak alatt készült Gyuláról, de az Erkel Emlékház fiataloknak kiírt pályázatának két legjobb alkotása, illetve az Erkel Ferenc visszaemlékezései című rövidfilmet is bemutatták. Mikor végig sétálunk, végig biciklizünk, vagy egyáltalán csak éljük az életünk egy Gyulán, akkor egyfajta szemmel nézünk a városra. Ez a mi nézőpontunk, ahogyan mi látjuk az otthonunkat. De amikor meglátjuk azt, hogy más ugyanarra az utcára, ugyanarra az épületre, vagy ugyanarra az eseményre hogyan tekint, akkor egy újabb nézőpontot is kaphatunk, és olyan dolgokat is észrevehetünk, ami rendkívül értékes, de a mi szemünk már megszokta, és elmegyünk mellette. Olyan kis filmek is szerepet kaptak, amelyek portréfilmeknek felelnek meg. A teljesen amatőr alkotásoktól az egészen komoly, profi munkákig sokféle felvétel készült, mondta Krista Parászka Ágnes. Azt gondolom, hogy a filmeken keresztül nem csak a város sokszínűségét láthatjuk meg, hanem egymást is megláthatjuk ezekben a sokszínű filmekben, hogy mennyire különbözőek vagyunk, viszont mégis van egy olyan közös pont az életünkben, ami igazán meghatározó, hogy mindannyiunknak Gyula az otthont jelenti. Az este zárásaként a Toldi című játékfilm vetítésén vehettek részt az érdeklődők a kastély előtti parkban.